A legnagyobb baj, hogy úgy lopták el a pénzt az Elios botrány szereplői, hogy közben olyan műszaki megoldásokat alkalmaztak, amelyek a hétköznapi emberek testi épségét veszélyeztették, állítja az MSZP. A párt szerint itt az idő, hogy Polt Péter is cselekedjen az ügyben. Tóth Bertalannal beszélgetünk. Velem szemben már az MSZP társelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindjárt beszélünk az Elios ügyről, előtte közös államfőjelölt. Ugye itt volt az előbb ön előtt Márki-Zay Péter közös miniszterelnök jelölt. Azt mondta, hogy nem biztos, hogy lesz konszenzusos jelölt. 3-4, most már 5 név is forog. Iványi Gábor az egyik, az ő nevét ismerjük eddig legalábbis. Az MSZP-nek ki a jelöltje, vagy kit támogatnának? Tulajdonképpen ugye ezek a jelöltek, akikről tárgyalunk, nem feltétlenül párthoz kötődő javaslatok alapján kerülnek a hatpárti értekezlet elé. A Magyar Szocialista Párt Iványi Gábort is támogatja, hogyha mögötte lesz konszenzus. Olyan közéleti szereplőnek tartjuk őt, aki hitelesen képviseli azt, amit mi is képviselünk. Egy olyan szociális érzékenysége van, olyan emberek iránti szolgáltatás, vagy felé való szolgáltatás, amit ő is nyújt és cselekszik, az egész élet útja megalapozza az, hogy mi őt támogatjuk, de ez valóban konszenzus kell a hat párt között. Min múlik ez a konszenzus? Ugye Márki-Zay Pétert kérdeztem erről, de azt mondta, hogy ez a pártokon múlik, ő nincs ott ezeken a tárgyalásokon, ön társelnökként bizonyára ott van. Min múlik, hogy valamelyik párt támogatja például Iványi Gábort, vagy nem? Vagy mi az, amit néznek a pártok? Hogy döntenek? Van közöttünk egy megállapodás, hogy nyilván, amikor a pártelnöki értekezleten megvitatunk dolgokat, mindig a végeredmény az, amiben kommunikálunk. Úgyhogy az, hogy egy ilyen vita hogy zajlik, mint zajlik, eddig én sem és a pártelnök társaim sem nyilatkoztak. Nagyon záros határidőn belül le fogjuk zárni ezt a kérdéskört. Mi támogatjuk Iványi Gábort, bízunk benne, hogy mögötte kialakul a konszenzus. Akkor ön úgy látja, hogy mindenképpen lesz államfőjelölt? Mert Márki-Zay Péter ebben már nem volt biztos az előbb, azt mondta, hogy nem biztos, hogy lesz konszenzus. Teljesen igaza van abban, hogy április 3-a a legfontosabb dátum, és való igaz, hogy a közös programunkban az szerepel, hogy közvetlenül válasszák a köztársasági elnököt. Tehát ne forduljon elő az, ami sajnos 12 éve előfordul, hogy egy pártagot, egy párt katonát jelölnek államfőnek. Úgyhogy ebből a szempontból valóban annak lesz jelentősége, a közvetlenül választanak a választópolgárok. Azonban ez egy olyan esemény, a köztársasági elnök választás, ahol elég komoly időkeretet, most pontosan nem tudom megmondani mennyit, de egy komoly időkeretet kapnak a köztársasági elnök jelöltek. Ott lehet szembesíteni a Fideszt a bűneivel, hogy ezt Majtényi László is megtette a legutóbbi köztársasági elnökválasztásnál. Mi inkább arra hajlunk, hogy legyen jelöltünk, mert ezt az alkalmat is fel kell használni, ki kell használni. Megint eltelt egy hét, és még mindig nem hallunk arról, hogy meg lenne a pártok közös listája. Azért mondtam, hogy eltelt egy hét, mert múlt héten, kedden mondta azt Márki-Zay Péter, hogy önökre vár, önök miatt nincsen közös lista, ő elfogadja azt, ami lesz. Jó lenne most már kampányolni teljes erőbedobással, és nem ezzel foglalkozni. Mikorra lesz meg a közös lista, és miért nincs még mindig meg? A teljes erőbedobással történő kampányolás az ettől függetlenül zajlik. A választópolgárokat nagy valószínűséggel nem izgatja, hogy a pártok hogy fogják majd a lista sorrendet létrehozni. Nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, és nagyon bízom benne, hogy minél előbb lezárhatjuk. A Magyar Szocialista Pártot semmiben nem akadályozza a kampánytevékenység tekintetében, hogy a párt vezetői hetente egy vagy több alkalommal erről tárgyalnak. Úgyhogy ez, én úgy látom, nem befolyásolja a kampány menetét. Azt is elmondta többször Márki-Zay Péter, hogy 3 roma nevet szeretne látni ezen a bizonyos közös listán. Ő ebből nem fog engedni, ezt mondta. Az MSZP ezt támogatja? Ugye van 2 párt, a Demokratikus Koalíció és a Jobbik, amelyeknek nincsen nyilvános listája, saját listája, az MSZP-nek van, a Momentumnak van, a Párbeszédnek is van, és a többi. A saját listájukra rátennék ezt a 3 jelöltet, vagy valamelyiket a 3-ból? Tehát mi ezt támogatjuk a miniszterelnök jelöltnek ezt a kérését.
több párt tett már ezzel kapcsolatos felajánlás, nekünk is van roma jelöltünk, ez is abba a körbe tartozik, amelyről nagyon hamarosan meg fogunk állapodni. Van még egyetlen egy sajtóinformáció, amire megkérem, hogy cáfolja vagy erősítse meg. Az ATV.hu értesülése szerint kialakult egy ilyen alkalmi szövetség ezeken a tárgyalásokon, a Demokratikus Koalíció, Jobbik, a Momentum és az LMP között, és ők azt az ajánlatot tették önöknek, az MSZP-nek és a Párbeszédnek, hogy a két párt együtt annyi befutó helyet kap, mint a Momentum. Ezt meg tudja erősíteni? Többféle ajánlat forog, mi is megtettük az ajánlatot, valamelyik párt külön ajánlatot tett, ebben ez a tárgyalásnak egy olyan módszertana, amelyben előfordul az, és előfordult az valóban, hogy a négy párt tett nekünk ajánlatot, nyilván folyik az egyeztetés. Egészen más, és mindjárt eljussz, de van egy petíció az ellenzéki oldalon most, ez a Jobbik petíciója, mégpedig a kötelező oltás ellen. Az MSZP-nek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban? Az MSZP nem támogatja a kötelező oltást. Tehát akkor a petíciót támogatják? Ez egy egységes ellenzéki álláspont, nem támogatjuk, nyilván aki ez a petícióhoz csatlakozik, az ugyanezen az állásponton van. Ez azt jelenti, hogy ha kormányváltás lesz, akkor eltörölnék a kötelező oltást a pedagógusoknak és az egészségügyben dolgozóknak? Mert a Jobbik petíciója erről is szól. Erről, tehát önmagában a kötelezően elrendelhető oltásról szól a petíció, ebben nincsen teljes konszenzus, ebben a Magyar Szocialista Pártnak eltérő álláspontja van, de az, hogy általánosan kötelező legyen az oltás, ezt nem támogatja. Tehát azt nem, máshol esetleg, igen, a Elios ügy egy hónapja, ön pont az Elios ügy miatt perelte az Olafot, akkor azt mondta, hogy Orbánnak falaznak az Elios ügyben, szeptemberben kérte az iratokat, nem kapta meg. Ezek voltak az iratok, amiket most nyilvánosságra hozott, amit egyébként a TASZ perelt, évekig pereskedett érte? Így van, egy civil kezdeményezésre indult ez a per a TASZ képviseletében, és sikeres is volt maga az eljárás, de az Olaf nem adta ki az anyagokat. Ekkor Újhelyi Istvánnal megállapodtunk abban, hogy az Európai Parlament oldaláról Brüsszelben küzd az adatok nyilvánosságáért, én pedig itthon, tehát be is adtam ezt a kérelmet, válaszra sem méltattak, ezért indítottam pert az Európai Bíróság előtt. Én nem kaptam meg az anyagot, nagyon-nagyon valószínű, hogy ez az egy anyag van, viszont rengeteg kitakarás van benne, ezt hát azt kell, hogy mondja, a magyar kormány szokta alkalmazni, meg a magyar állami cégek, hogy sok-sok mindent kitakarnak. Ezt a pert folytatni fogom pontosan azért, mert ebben szeretném elérni, hogy ezek a kitakarások ne akadályozzák meg azt, hogy megismerjük a valóságot. Tehát lehetséges, hogy ön egy picit mást kap majd, és ott nem lesz kitakarva? Vagy legalábbis azért fog küzdeni, és akkor nem vonja vissza ezt a pert egyelőre? Én nem kaptam meg közvetlenül ezt az anyagot, én bízom benne, a bíróság úgy dönt, hogy meg kell, hogy kapjam, akkor tudom megmondani, hogy ugyanez az anyagról van szó, de ha abban is ezek a kitakarások vannak, akkor menni fogunk tovább a jogi eljárásra. Igen, egyébként az sem hagyja annyiban, azt mondják, hogy vizsgálják, hogy milyen jogi eljárásokat lehetne indítani emiatt. Azt tudja esetleg, hogy milyen indokkal takarják ki, és mit takartak ki? Ugye nyilván az európai jogszabályok is hasonlatosak, mint a magyar jogszabályok, tehát a személyiségjogok védelme, különleges adatoknak a védelme, illetve üzleti indokok is megalapozhatják a kitakarást. Általában mindig ezt szoktuk vitatni, és ebben szoktunk sikert elérni. No, mit lehet megtudni ebből a most nyilvánosságra hozott jelentésből, ami eddig nem volt tudható? Volt-e újdonság az ön számára? Igazából az újdonsága az, hogy minden eddigi feltételezést megerősített az Olafnak a teljes anyaga. És ugye van egy olyan érdekesség, hogy konkrét bűncselekményt jelöl meg, amit az Olaf állítása szerint elkövettek, ez a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, jelentős értékre, hiszen 10 milliárd forintos károkozást állapított meg, az összes pályázatnál szabálytalanságot, 17 pályázat esetében pedig olyan összejátszást, ahol az indikatát, az ellenajánlatot készítő számít, vagy az az ellenajánlat, ami elkészült, ugyanarról a számítógépről származik, mint az eredeti ajánlat, és 17 esetben benne felejtettek egy számszaki hibát, ami mind a 17 esetben feltárható. Tehát tulajdonképpen azt erősíti meg, hogy itt egyértelműen bűncselekmény történt, nagyon súlyos, nagyon komoly kárt okozó bűncselekmény, a magyar rendőrség pedig hát nem találta ezt megalapozott. Ugye 17-ben jött az Olafnak ez a jelentése, vagy hát akkor adták át a magyar hatóságoknak, és 18-ban le is zárták azzal, hogy nincs itt tulajdonképpen semmi látnivaló. Most
Ugye az ellenzék azt ígéri, hogy az európai ügyészséghez csatlakoznak. Ha most már tagjai lennénk az ügyészségnek, akkor mi történne? Ugye az európai ügyészség sem jár el olyan hatósági rendszerben, mint ahogy a magyar ügyészség és a magyar rendőrség, de nyilván az európai ügyészség is kezdeményezhet eljárásokat. Egyértelmű, hogy egy ilyen esetben elindult van az eljárás. Aztán, hogy annak az, a nyomozásnak, vagy annak az eljárásnak mi lenne a végeredménye, a Fidesz kormányzat lenne, akkor azt én nem tudom megmondani, de az, hogy konfliktus alakulhat ki az Európai Ügyészség és a magyar hatóság között egy egyértelmű bűncselekményt ilyen szinten eltusolnak, az biztos, hogy az aktuális kormánynak nem lenne kedvező. Hát igen, ugye csak, hogy ebben az ügyben, ha ezt az ELEOSZ ügyet nézzük, végül nem érintett uniós költségvetési pénzt, mert végeredményben mi fizettük ki a büntetést, tehát magyar költségvetési pénzből. No, egy picit más rövid időnk maradt, mert volt ma egy nagy konferencia, amin ön is felszólalt, egy nemzetközi konferencia, és ellenzéki politikusok és a lakhatásról. Mi történt, vagy milyen ügyben szólalt fel? Ugye a lakhatási válság, amit Magyarországon tapasztalunk, arra egy komplex programot dolgozott ki az ellenzék, az Egységes Magyarországért programban ez szerepel, és az MSZP nagyon sok olyan javaslatot megfogalmazott, amiért belekerült. Például, hogy mi évente 150 ezer lakást szeretnénk felújítani, szigetelni, nyílászárót cserélni és fűtést korszerűsíteni, tehát minden évben egy hosszú távú programot elindítani, hiszen ez egyrészt csökkenteni a háztartások rezsijét, ez lenne a valós rezsicsökkentés. A környezet szempontjából nagyon hasznos lenne, mert csökkenne a kibocsátás, helyi vállalkozások jutnának megrendeléshez, hiszen ez nyilván az oligarchákat annyira nem érdekelni, helyi szinten történő ilyen felújítás, munkahelyet teremtene, és nyilván növekedne az embereknek a vagyona is. Olyan rendszert akarunk, ami önrész nélkül megvalósítható, tehát nem kell banki hitel, nem kell visszatérítendő támogatásban gondolkodni. Vannak ezek az úgynevezett kádárkockák 1,4 millió Magyarországon, amelynek nagy részében idős emberek, alacsony jövedelmű emberek vannak, akik soha nem fognak tudni igénybe venni olyan állami támogatást, ami hitel, vagy bármilyen olyan költség, amit ők nem tudnak finanszírozni. Mi egy önerő nélküli programot szeretnénk elindítani. Rászorultsági alapon nyilván. Ugye az elmúlt években elképesztő mértékben drágultak a lakások, az albérletárak is az egekben vannak. Ugye ezt elvileg a piac szabályozná, de nagyon sok szakértő már akkor, amikor például bevezették a csokot, vagy a egyéb támogatásokat, azt mondták, hogy ez az egekbe fogja vinni ezeket a költségeket, illetve a lakás támogatásokat, vagy a lakásárakat. Mit kezdene az ellenzék ezekkel a támogatásokkal? Csók, lakásfelújítási támogatás maradnának, vagy teljesen másban gondolkodnak? Maradnának, ezt szeretnénk kibővíteni, hogy minél többen férjenek hozzá. Tehát most sajnos megvannak azok a korlátok, hogy kell egy olyan jövedelmi szint, kell egy olyan kondíció egy családnál, amivel ezt igénybe tudják venni. Mi szeretnénk ezt kibővíteni, tehát ezt a rászorultsági elvet. De ez nem lökni még tovább az árakat? Plusz támogatásokkal. Teljesen egyértelmű, hogy ugye ezt sokszor elmondjuk, hogy hosszú távú projektekben kell gondolkodni, ahogy ön is mondja, egyszerre zúdítanak rá iszonyatos mennyiségű pénzt a gazdaságra, vagy akár a fogyasztásba, akkor az inflációt gerjeszt. Ennek vagyunk most a tanúi a választás előtti osztogatásnak. A támogatásokat úgy kell beütemezni, hogy tehát minél többen hozzáférjenek, de oda kell figyelni az inflációra is. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.